diákon. Szeretném, hogyha ezzel kapcsolatos feladatokat oldanánk meg. Az első feladat, leírásokat látsz a tábla. Itt a mai kémia óra főszereplője az interaktív tábla. Ez egy olyan, a pedagógiában is jól hasznosítható információs és kommunikációs technológiai eszköz, amely egy szoftver segítségével kapcsolja össze a táblát a számítógéppel és a projektorral. A vezérlése a tábláról lehetséges, különböző objektumokat tudnak megjeleníteni, mozgatni. E tudományos megközelítés után hívjuk csak egyszerűen okos táblának. A Füszfői Irinyi Általános Iskolában egyik elsődleges szempont, hogy a modern számítástechnikai eszközök segítségével sajátítsák el a tanulnivalót a diákok. Ugye tudjuk, hogy a mai kor gyermekei, akik ugye nálunk is járnak iskolába, olyan módon élnek, hogy folyamatosan mindenféle ingereknek vannak kitéve, és ez az ingergazdagság egy hétköznapi, úgymond frontális osztályfoglalkozással, amikor hagyományosan a tanár áll a gyerekek előtt, és onnan mondja, hogy mit kellene tudniuk, ez már kevés. Tehát mindenképpen olyan, hát szépen fogalmazva, olyan izgalmi helyzetbe, olyan motivációs helyzetbe kell hozni őket, amivel otthon is találkoznak. Ha mi erről lemaradunk, akkor nem tudjuk úgy közvetíteni a tananyagot, ahogyan ez elvárható lenne a gyerekek szempontjából. Milyen fejlesztés valósult meg az utóbbi időben? Ugye mi kódolóiskola vagyunk, ezt többen is elmondhatják magukról a környékbeli iskolák, és tavaly nagyon örültünk, hogy a számítógépes termet sikerült fejlesztenünk. Az őszi szünetben a Szemkevés iskola dicsekedett ilyennel, hogy 7 projektort szereltünk fel állandóan éppen az IKT oktatásunk javára. Most a jövőben pedig azt szeretném elérni, hogy az a háttér, ami a tanárok laptopjain van, az mind jobban működjék, és ezt szeretnénk fejleszteni. A számítástechnika terembe került a legújabban beszerzett 3 okostáblák közül az egyik. A 8-osok most kémia órán vesznek részt. A tananyagban a különféle anyagok megnevezése, képlete, legfőbb tulajdonságaik felismerése szerepel. Gyakorláshoz kiváló eszköz a digitális tábla, sokrétűen tudja megmozgatni a tanulók gondolkodását, képzelő erejét és logikai képességeiket. Az interaktív tevékenységek nyomán a tanulnivaló elsajátítása könnyebb és gyorsabb is. Mennyiségben keletkező gáz. Okos. Oxigén nagyon jó. Milyen gáz keletkezik még? Hidrogén. Hidrogén nagyon jó. Az oxigén elbújt. De már is megtaláltuk. Sárga, de jó. Ja, a jódot azt helyére tesszük, és az oxigént pedig a másodikba. Itt most éppen a nátrium-klorid esik górcső alá, az iparban ebből állítják elő a klort. Füszfőn ez ismerős folyamat. Klorszagú. Nagyon jó. Most a halogén elemek tulajdonságait vizsgálják. Gyakran jut a gyerekekre a táblánál való feladatmegoldás, így sokféle képességüket fejlesztik. Ugye most kompetencia alapoktatásnak hívjuk azt, amit végzünk. Ez a pedagógus esetében 77 kompetenciának kell megfelelniük, hogy azt mondhassuk, hogy jó pedagógusok. A gyerekeket még szerencsére így nem próbáljuk kategóriák közé szorítani. Én azt gondolnám, hogy a logikai készség a színekben és a különböző formákban való gondolkodások mindenképpen fejlődni fog ezáltal, és nem beszélve arról, hogy meg kell jelenni a tábla előtt, tehát nem a padból beszél, ez egyfajta öntudatfejlesztés és magabiztosságfejlesztés is lesz. Következő feladat a digitális kártyákon a kémiai anyagok megnevezésének és képletének párosítása. Észrevétlenül fejlesztik kémiai tudásukat, memóriájukat. Olyan módszerrel, a digitális technikával, ami a mai iskolás generációhoz a legközelebb áll. Rövid videóbejátszások is szerepelnek a programban, egy-egy kísérletet mutatnak be így módon. Hogy megvédjék a fluoxidációtól. Mint látható, igen puha fém, késsel vágható. A 8-osok is szívesen használják az okostáblákat, tisztában vannak előnyeivel. Ugye nem minden kísérletet tudunk megcsinálni fönt az előadóban, és ezért jó, hogy van ez a tábla is, de persze, amit tudunk, azt megcsináljuk az előadóban, ezt megmutatja Éva néni is, de ami mondjuk mérgező, akkor jó, hogy van a tábla, mert akkor meg tudjuk nézni. Hát jobb vele tanulni, mert így könnyebb, mint füzetből, és így mindenki látja a táblát, és együtt meg tudjuk csinálni. Mennyire szereted, hogy ki lehet menni, és ilyen interaktív módon lehet a tanulást elsajátítani? Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, és sokkal könnyebb így. Nagyon szeretem.
Neked mi a tapasztalatod? Hát, hogy így nem olyan szárazak a tananyagok, hanem így sokkal aktívabb. Többen tudunk részt venni, és izgalmasabb, mint hogyha könyvből kéne. És mely tantárgyakban használjátok? Hát igazából mindenféle. Földrajz, kémia, fizika, hol lehet ott. Még egy utolsó feladat, a kémiai kötések gyakoroltatása. Jó, akinek ötlete van, az már jöhet is ki. Jó, Ákos? Vas, gondolom, kémes kötés. Jó, csak húzd oda, jó, és akkor végén ellenőrizd, Ákos. Az a lényeg, hogy bent legyen ebben a tér részben. Jó, Jászmin is jöhet. Hát, hogyha nem veszi azt az Ákos, amire én gondolom, most tudja, hogy ezt fogja. Nem. Akkor jöhet. A másikat válasz. Jó, ki az, aki? Maki? Nem. No? Ötlete? Honos? Az okos tábla természetesen nem pótolja a pedagógus magyarázatát és az egyéb pedagógiai módszereket, de hasznos segítőtársa tudnivalók elsajátításában, főként a gyakoroltatásban. Szerencsések a Füszfői diákok, hiszen a tanulás segítő eszközök rendelkezésre állnak iskolájukban. A kevésbé jó hír azonban az, hogy még így sem mentesülhetnek a folyamatos készülés az otthoni tanulás alól. Nyolcadikban pedig ez még hatványozottabban fontos.